Sziasztok, Forma 1 rajongók, itt újra ezt után. Legutóbb a játék egybelegben már csináltam egy szabad edzést. Sajnos ez olyan fajta végigjátszás, hogy magas gigabájtottan rendelkezem. Biztosan azért, mert pénzre csinálom az észet. Megcsináltam az első szabad edzést, hogy kicsit kevesebb idő van. Ne legyen olyan túl magas gigabájt. Ugye megcsináljuk a második pénteki szabad edzést, az első szombati szabad edzést, aztán jöhet. De azt a nehéz azt a nagyon éles konyhát bizony valahogy be kell vetnem. Először is nézzük meg, hogy ki mi, hogy teljesít. 1.41.0 1.39.5 Úgy tűnik az eső állás miatt hát szigor. Menjünk egy 20 percig. Egy 39.8 a harmadik. 39.3. Jó, kezdhetjük. Az első szett a tökéletes. Valaki kommentben közölte azt, hogy ugye ez nincs egy PC-n. Persze, hogy nincs, mert ez PSP szimulátorról csinálom. De az illető jobban teszi, hogy ha megtanulja elolvasni, amit írok. A leírásban mindig van valami. Ezt jegyzitek meg. Most teljesen gázt! Egy 25. 1.26, 1.27, 1.28, 29 is. 24, 1.25, 1.26, 1.27. Jaj, ne! Végig kört kell cseristem. Ez az 9 díti. Szeton, az első szeton jó volt, de a másokat valahogy elcsesztem. Hát az nem volt egy tökéletes szektor, mert lehet, hogy ezt fogom mondani a következőt. Biztos az eső okozta az, hogy egy futamon kicsúsztam. A hosszú konyhában majd te kigyorsítok. És viszont kettő.
Jó, a kanyarjon majd egy nagyon jó. Mindkét nem sikerült. Ez most nyolcig legjobb. Nem volt jó az az első szektor. Úgyhogy egy jó megszállt a válasz képes ügyesség volt. Hát akkor ez szerint tényleg az eső miatt nem tudtam ennél sem beletni ezt a éles konyat. Nem tudom be... Nem tudom gyorsabban futni. Egy 42 idő. Még egy ilyen kérlek. Hát most... Igen, ez jó körül volt. Majd a legegyenesebb konyolban de fogok kezdeni. Ezt a szektort is megjavítottam, hogy... Mindjárt teljesen kezd, és hogyha túl gyors költőt tudok ebből csinálni, akkor... Akkor az már egy lesz. 24, 25, 26, 27... Egy 23, egy 24, egy 25, egy 26, egy 27... Megvan az 1.37-es kör! De már meg tudom ezt javítani? De hogyha esős úton lesz, akkor biztos nem fogom tudni bevetni azt az egy konyat. Így javítottam saját körömet. Kicsit lett jobb.
mindegy, hosszában nyugodtan kimehettem, hogy nem jó szobán nem tudok lenni. Tudjátok, az eső miatt nem tudtam bevetni azt a konyhát. Jól van akkor. Egy 39-1. Egy 38-8. Szóval csak 0,9-1, de volt le maga. Úgy tűnik, hogy senki nem tudja majd dönteni a rekordomat. És most a szombati edzés következik. Advanced time. 1:40. Egy 39-2, egy 39-2. Jó, most kezdhetjük. Nem jó esik, ha időmérőn esik, akkor nem biztos, hogy pole pozícióba tudok kerülni. Új, szép tized az első szektor.
0,3, nem is rossz. Rossz is ki. Egy hanc öt, egy hanc hat, egy hanc hét, egy hanc nyolc, egy hanc kilenc. Második hely. Még jó sok kő. Nem tudom, mi a takanyart, de nincs jó helyen. Hát szóval kéne legyen nyomni a kereszt. Egy hanc hét. És szerintem elég is lesz ez a kör. Ha csak nem tudom megdönteni a sajátom. Oké, ezt teljesen kinyomom a vége felé. Egy harminc öt, egy harminc hat, egy harminc hét. Hát csodába! Ez a hivasomba került. Na hát, ezt is be tudom vetni. Akkor az esélytene, esélyben nagyon sokat tudok hibázni. Ez még jobb szektor idő. Azt hittem, hogy szerintem nem számít.
hoppá, nem végeztem időben. Bocs, ez... Ja, bár a gönnek esélyük sincs. Tehát akkor egymás WC jobb volt a mindenki. Most jött a kvalifikáció. Jött a Q1. Tehát a legjobb 10-ben kell kerülni. Team of Globok az 1.39.4. Jó, akkor kezdhetjük a vezetést. Ja, csak egy helyen használjuk fel a kezt. Úgy tűnik, hogy nem fog esni, úgyhogy ezért... Mászni. Csak ne csúszok meg, ez a lényeg. Az esélyzettől 1.022-re van. Mindig kiválom a második kis szektorban. De hogy csinálok egy ilyen gyors, azt nem tudom. Te két teljesítményét még biztosan fel fogom múlni, de most nyomdom a kezd! Egy 42. 1.42, nem is rossz.
Buemi megelőzött. Mózesült az 92. Gyorsabb volt. Egy 30, 1 30, 1 30, 1 30, 1 30, 1 30, 1 30, 1 30, 1 30, 1 30, 1 30, 1 30, 1 30, 1 30, 1 30, 1 30, 1 30, 1 30, 1 30, 1 30, 1 30, 1 30, 1 30, 1 30, 1 30, 1 30, 1 30, 1 30, 1 30, 1 30, 1 30, 1 30, 1 30, 1 30, 1 30, 1 30, 1 30, 1 30, 1 30, 1 30, 1 30, 1 30, 1 30, 1 30, 1 30, 1 30, 1 30, 1 30, 1 30, 1 30, 1 30, 1 30, 1 30, 1 30, 1 30, 1 30, 1 30, 1 30, 1 30, 1 30, 1 30, 1 30, 1 30, 1 30, 1 30, 1 30, 1 30, 1 30, 1 30, 1 30, 1 30, 1 30, 1 30, 1 30, 1 30, 1 30, 1
Jó, van, engedem. Szóval azt mondta, hogy engedjem el. A mögöttem levőt. Egy gyors köröm volt. De mit tetővel jár, hogyha nem teszem. Kék köröm lehet. Úgyhogy van lehetőségem előzni. Bassza meg! Nem tudom majd dönteni. Ez két köröm van. Adok még egy kis előnyt. Ez gyors kör lesz.
XM-ére, mindegy, ma úgyis benne vagyok a Q2-ben. Ja, hogyha kék zászló van, akkor el kell engednem a mögöttem lévőt. Hát jobb lesz, hogyha elő... Esőség csinál magamnak a következő körben. Tehát az ide, ami azt jelenti, hogy befejezheti úgy gyorsan, de mivel nem volt jó, úgyhogy ezért... Mások helyen végeztem, el kell engednem. Ja, hogy még nincs befejezve. Jó, akkor várjuk meg azt a kört.
Jaj, pedig már két perce várok. Mi az a túni? Jó, elfogadtak a második helyet. Ma azt hittem, hogy 1.48-al fogok két kiesni. Jaj, ne! Ez az eső! Ki fogunk ettől esni? Hát ez nagy pek! Nehezen tudom fogom bevenni a kanyarokat. Na, ahogy mondtam, száraz pályán nagyon jó autók vezeti, de esős pályán már kevésbé. Ha futom a esős időben mennek, akkor kicsi az esélyem, hogy győzelem. Állj! Isten itt! Nem tudom bevenni ezt a kanyart! Ez pont az eső miatt van! Gyorsan! Én éven egy. Nem tudom sehogy se bevetni! Nagyon csúszós az eső! Nem tudok jó kört csinálni ilyen sebességgel.
összetized. Szerintem nagyon rossz volt. Még megcsúsztam egy felvégesen. Jumps me, jumps it, follow. Akkor nem kell jól bevetnem, úgyhogy sikerülhessen. Nagyon jó szektor, igen, köszi! Na, egy kicsúsztam! De bejött az a légok 10-be. Egy négyben egy, egy négyben kettő, egy négyben három, egy négyben négy. Nem rossz. Igaz, így benne vagyok a Q3-ban. És ebben a Q3-ban gyeneség, mert ott nehéz a pole pozíciót megszerezni. Sikerül bevenni ezt a kanyart. Nyom ki teljesen a gázt! Egy-négyen, egy-négyen egy, egy-négyen kettő is. Na, kérdezettem, összehoztam.
néztem is kell. Ennyi elég lesz. Webber megelőzött. De ma még második fel. Hogy egészség milyen jó vezetni. Máskor vége még inkább. Kiesett a Huemi fizikkel, a Rosberg, Burde és Heidfeld. Harmadik, 26. 39. kör. Rendben. De mi lenne akkor, ha egy ilyen... De még nem hiszem, hogy elég lesz. Legyom második szektor Webber.
És a 28 év. Csak két kötelesíthetek, hogyha meg akarom megtenni a saját körömet, és senki nem tudjon megelőzni. Az utolsó kör, azt még befejezhetem. Új számom 15. Kicsit gyorsan. Teljes gyorsaságot! Harmony, harmony, it's it.
Megvan! Új körrekord! Újabb pole pozíciót vettem be. Remek! Jól van. És most, ha tetted, iratkozzatok be a csatornámra, nyomjatok egy lájkot, és legközelebb majd jöhet a ma live futam. Mára búcsúzom. Szevasztok, valamelyik rajongók.